Anyagvizsgáló laboratóriummal bővül a Pécsi Tudományegyetem 3D központja. A mechanikai vizsgáló laborban roncsolásos vizsgálatokat végeznek különböző eszközökkel, többek között fárasztó, ütő és ejtődárdás vizsgálatokkal. Itt ugye egyrészt itt a 3D központban nagyon sok anyagot nyomtatunk, többféle eljárással, többféle alapanyaggal, és felmerült ennek az igénye is, hogy melyiket hova lehet beépíteni, és ugye például egy protézis nagyon komoly szabványoknak kell megfelelni. És ezt csak úgy helyből nem tudják a nyomtatók, mikor beállítjuk, hogy az pontosan milyen lesz, tehát ezeket ellenőriznünk kell. Egy anyag rugalmasságának megállapításán túl akár azt is lehet tesztelni, hogy hogyan lehet csontba csavart behajtani. Ez egy biaxiális vizsgáló, 5 kN terhelhetőséggel. Ez itt ugye a két pofán is látjuk, hogy tud húzni, vonni és forogni is. Tehát ez a különlegessége ennek a gépnek, hogy nem csak egy dimenzióban, hanem kettőben vizsgálja az anyagot. Most erre, hogy tesznek egy ilyen műanyag hálót, fogtunk be, aminek a rugalmasságát meg tudjuk nézni. Természetesen a kutatási tevékenységeken kívül oktatási célokat is szolgál majd a labor, melynek eszközparkját folyamatosan bővítik. A diákok először demonstrációs tanórák keretein belül ismerkedhetnek az eszközökkel. Az orvostudományi kar mellett a műszaki és informatikai kar gépészmérnöki tanszék munkatársai is részt vettek a labor eszközeinek beszerzésében.